Ritkaság számba megy, hogy Magyarországon ma önkormányzati bérlakások készülnek, így különleges nap a mai, mondta Trippon Norbert, alpolgármester a munkaterület átadásakor tartott beszédében. Eljött a pillanat, amikor a munkaterület átadásáról jegyzőkönyvet kell aláírni, hiszen a rend a lelke mindennek, így ezt meg kell kezdjük, és felkérem polgármester urat. A Károlyi utca 25-ben a munkálatok hamarosan elkezdődnek. A tervek szerint a bérlakásokba 2022 elején költözhetnek be a rászorulók, de a két éve elnyert 2 milliárd forintnyi uniós támogatásból nem csak új lakások épülnek majd. Nagyjából 2-3 héten belül kezdődhet meg itt a munka ezen a területen, ugye a Károlyi utca 25 szám alatt itt a Venetián és a Károlyi utca sarkán. Itt ugye egy 31 lakásos társasház fog épülni, és ezzel párhuzamosan majd 39 jelenleg is önkormányzati bérlakás is megújulhat ennek a projektnek a keretében. Úgyhogy egy elég nagy projekt előtt állunk, és elég nagy projekt kezdődik most el. Mint arról már beszámoltunk, a bérház felépítésére kiírt közbeszerzési eljárást megismételték. A pályázó 200 millió forinttal kevesebbért vállalta a munkát, mint a korábban kis hiánynyertes vállalkozó.